Tóth József otthonában vagyunk, és elkerülném a magázódás ezúttal, mivel már régebb óta ismerjük egymást. Hogyan kezdődött ez a történet? Hogyan kezdődött neked a fához való viszonyod, a fafaragás? Egy kicsit összetett, vissza kell mennünk egy kicsit az évek során. Középfokú faipari végzettségem van, és Csongrádi jártam faipari szakközépiskolába, és második év végi vizsgamunkám egy intarziás asztal tető volt, azt kellett elkészíteni, és ezt természetesen a szakoktató segítségével készítettük el, és itt kedveltem meg, tehát itt szerettem meg a fának a tulajdonságait, az a vékony lapnak a hajlékonysága, szilárdsága, és ahány típusú fafaj van, tehát ahány fafaj van, annyiféle szín, és akkor ebből tevődik össze. Tehát a végeredményben innen indult ki az egész, tehát ennek a szeretete nyomán, és hát félretéve közel két évtizedig vagy elővettem, vagy eltettem, és hát 2004-ig, amikor egy térműtétem után fogtam egy fadarabot, mert ugye helyhez voltam kötve, és elkezdtem faragni. De az volt a sikerém, hogy először egy portrét faragtam, és ez nagy siker volt számomra. És akkor onnan indult ki, később irodalmi művekből vettem különböző jeleneteket, de szerettem egy kis önállóságot is. Ekkor született meg az Álom című sorozat, ott már egy kicsit önálló mondani valóm is lett, amit itt láthatóak. Még egy ilyen alkotásmű elkészül a folyamatában. Mikre gondolsz? Milyen érzések, gondolatok mennek? Ez összetett, mert elkezdek rajzolni egy formát, akkor lehet, hogy előbukik valami, akkor azt lerajzolom, félreteszem, és akkor így összetetten először megrajzolok, megtervezek mindent, és utána jön. Tehát utána már könnyebben megcsinálom. Tehát először van a gondolat, igen, utána igen, a vázlat, igen, rajz, igen, és igen, akkor igen, utána... Igen. Lehet ilyet kérdeznem, hogy melyik az a fa, amelyik a legjobban engedelmeskedik egy ilyen munkánál? A szótlikacsúak csoportja, tehát a gyümölcsfák, dió, egyéb, tehát ezeket nagyon szeretem, könnyen megmunkálhatók, igaz, hogy kemények, de viszont van kevert száluk van, és jobban kibírják azokat a hajlításokat, áttöréseket, amiket én szeretek csinálni. Kedvenc motívumok szerepelnek az elképzeléseidben, az alkotásaidban? Mert nézem azért, itt hát különféle állatfigurát igen, is igen, találhatok. Igen. Hát a nagy álomsorozat után voltam egy kiállításon, kis bronzból kis plasztikákat láttam, és igazából a kis plasztika az, ami megragadott, és utána abban kezdtem el, és akkor innen indultak ezek a kis szobrok. Ennek több oka is van, tehát kevesebb fajigénye van, sokkal kisebb helyen elférnek, és igazából ezeket jobban meg tudom formázni. Melyek azok az eszközök, amiket használsz a munkában? Nagyon egyszerű dolgaim vannak, egy pár vése és egy pár szike. És hol dolgozol, hol alkossz, ha lehet ilyet kérdezni? Hát műhelyem nincsen. Van egy fás szín, annak egyik részében van egy gyalópad, ott lenagyjázom, és este tévénézés mellett szépen, ha tél van, akkor nekidőlök a radiátornak, és akkor ott elfarigcsálok. Ha nyár van, akkor viszont itt a ülőgarnitúrának a hátamat nekidöntöm, és akkor tévénézés közben vagy komoly zenét hallgatok, vagy tévét nézek. Amikor a kis plasztikákra rátértem, akkor sokszor megakadtam azon, hogy az arányokat nem találtam el. És ezért könyvtárba mentem, könyveket hoztam ki, utána néztem, utána érdeklődtem, és közben ilyen próbafaragásokat csináltam, és így alakultak ki a kis plasztikák, és így alakult ki a forma magába, az arányosság.
ha lehetne mégis néhány munkát kiragadni a többiek közül, amelyekhez mégiscsak emlék kötődik, vagy valamiféle történet. Elsősorban a klasszikus formákra hivatkozva, mivel sokat küzdöttem az arányokkal, van ez az aranyos kis női szobor, csak éppen megjárt a Németországot is, itt már az arányokra jobban vigyáztam, Vissza a múltba a címe. Klasszikus forma, megint a tükröm-tükröm, ez egy tipikus női alak, egyik kezével a szemérmességet mutatja, tehát húzza le fel a hálinget, a másikkal viszont már pont az ellentétjét, tehát egy tipikus női alak. De az arányokat már eltaláltam. Ami még a kedvenceim közé tartozik, kofalány. Ez körtefából készült. Itt a kosár is egybe van. És egy-egy kis parasztlánynak a formáját is megkaptam. Ez a fának a természetes színe. Csak összefordítottam a igen. Színeket. És ennek az apróságnak mi a címe? Csókos szobornak hívom őket, mert van több típusa. Igen. Igen. Ezen kis aprós pohóságok. A realista képtől akkor most haladsz a non-figuratív stílus felé, vagy nem lehet így kategórikusan kijelenteni? Nem, tehát egyrészt megmaradtak a klasszikus arányos formák, a másik oldalról pedig a non-figuratív elemekhez csatlakoztam, mert a kis plasztikákat, amikor elkészítettem, akkor mindig olyan tömötnek találtam. Tehát itt is kivágtam egy kicsit belőle, ott is könnyítettem, és akkor így jutottam el a non-figuratív mintákhoz, amit úgy érzem, hogy 6 év után most találtam meg azt, amit én szeretek faragni, és remélem, hogy ez így sikerül is.